Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelvleckék YouTube csatornáról, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan tanulj angolul az autóban balesetmentesen és bírságmentesen. Tehát ez megint egy komplett módszertani útmutató lesz. Megmutatom, hogyan angoloz a kocsiban, ha kezdő vagy, vagy ha haladó vagy, és mutatok neked egy nagyon jó ingyenes honlapot, ami ezt a fajta tanulásmódot támogatja. De még mielőtt elkezdjük, ha téged érdekel ez a téma, vagyis az önálló angol nyelvtanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, és hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant, akkor nézd meg azt a tréninget lent a videó leírásában, amit ezzel kapcsolatban készítettem. És akkor vágjunk is bele a mai témába, vagyis, hogy hogyan tanulj angolul az autóban. Tehát ez a videó most elsősorban azoknak az autósoknak szól, akik naponta nagyon hosszú időt, akár órákat töltenek a kocsiban, egyedül, családtaggal, vagy mondjuk kollégákkal. Tudnod kell, hogy ezt a holtidőt remekül fel lehet használni arra, hogy fejleszd az angol tudásodat. Úgyhogy tulajdonképpen bármelyik autó átalakítható egy virtuális tanteremmé, nagyon könnyen, nagyon egyszerűen és lényegében ingyenesen. Úgyhogy akkor nézzük is meg, hogyan tudsz angolul tanulni a kocsiban, hogyha kezdő vagy. Először is a hallgatással fogjuk kezdeni. Hadd kérdezzem meg tőled, hogy te mivel szoktad elütni az időt, miközben autózol? Én úgy gondolom, hogy rádiót hallgatsz. Az esetek túlnyomó többségében az emberek rádiót hallgatnak, miközben vezetnek. Nos, ugyanezt fogjuk mi is használni, ezentúl nem a különböző, én azt javaslom neked, hogy ezentúl ne a különböző sláger csatornákat hallgasd, miközben vezetsz, hanem hallgass angol tanulási podcastokat a kocsiban. Na most számtalan ilyen podcast létezik, én szerintem a legjobb az a BBC The English We Speak című sorozata. Én ezt ajánlom neked nyugodt szívvel. Mi ez a podcast? Ez tulajdonképpen egy hetente frissülő, nagyon-nagyon rövid nyelvi tréning. Ezek a podcastok általában 3-4 perces blokkokban tanítják az angolt, és elsősorban a mindennapi életből vett helyzeteket mutatnak be egy-egy ilyen részben. A lényeg az, hogy ebben a sorozatban nem tankönyvi angolt fogsz hallani, hanem nagyon-nagyon valós párbeszédeket anyanyelvi beszélőktől, ami remekül fejlesztheti a kiejtésedet. Én azt vettem észre, hogy ezek a szereplők egy kicsit lassabban beszélnek, mint a valós életben, tehát mondjuk, hogy egy 80%-os sebességgel, de minden egyes szótagot nagyon-nagyon tisztán ki lehet venni, tehát nincs akcentus, nincs hadarás, teljesen ideális kezdő nyelvtanulóknak. Úgyhogy, ha lejjebb görgetsz a videó leírásában, akkor megtalálod azt a linket, ahonnan letöltheted a legújabb részt vagy részeket. Eddig több mint 150 ilyen podcast jelent meg, úgyhogy ha még egy kicsit lejjebb görgetsz ismét a videó leírásában, akkor megtalálod a teljes archívumot. Úgyhogy szabadon válogass és garázdálkodj ebben az archívumban, és ezen az oldalon. Ez volt ugye a hallgatási rész. Na most nézzük meg azt, hogy hogyan tudod a hallgatás mellett egy másik nyelvi készségedet is fejleszteni, mégpedig a beszédet. Nagyon könnyen előfordulhat, hogy te leginkább egyedül vagy vezetés közben. Tehát egyedül mész mondjuk munkába, vagy a naponta több órát kell vezetned különböző helyek között. De se baj, nem kell más tenned, mint hogy egyszerűen hangosan kimondod azt, amit
éppen látsz magad előtt, vagy amire éppen gondolsz. Mondok egy pár példamondatot, hogy mire is gondolok itt. Például, I have just stopped because the light turned red. Éppen most álltam meg, mert a lámpa pirosra váltott. Vagy, I have just seen a big dog in the other car. Éppen most láttam egy nagy kutyát a másik kocsiban. Vagy, I'm sitting in the traffic jam and I hope I won't be late from work again. Éppen egy dugó kellős közepén ülök, és remélem, hogy nem fogok elkésni a munkámból megint. Tehát ilyen rövid, egyszerű mondatokat gyakorolhatsz vezetés közben, kommentálod, hogy mi történik éppen körülötted, megállt a kocsi, elindult a kocsi, bejöttek eléd, te előztél meg egy másik autót, vagy elmondhatod a gondolataidat. A lényeg megint az, hogy hangosan lesz, és ezt nem győzöm elégszer ismételni, hangosan mondd ki ezeket a mondatokat, és ne magadban dünnyög, mert az nem elég jó. Én tudom a diákjaimtól, akiknek ezt a módszert szoktam javasolni, hogy lehet, hogy neked ez kellemetlen lesz, hogy te egyedül hangosan beszélgetsz angolul, mert mit fognak szólni, mondjuk mit fognak szólni a többi autósok, vagy a járókelők, vagy mit tudom én kicsoda. Na most, hogyha te ezt kellemetlennek vagy furcsának érzed, akkor mondok egy nagyon egyszerű trükköt, semmi más dolgod nincs, mint a telefonod headsetjét egyszerűen ráteszed a füledre. Úgyhogy mindenki azt fogja gondolni, aki körülötted van, hogy te éppen a főnököddel vagy a kollégáddal beszélsz angol nyelven, és senki nem fog bolondnak nézni. Na most, ezek voltak a kezdőknek szóló javaslatok. Nézzük, hogyan tudod ezt még tovább fejleszteni. Nézzünk néhány tippet haladóknak. A haladóknak szóló módszertan nagyon-nagyon hasonló ehhez. Annyi a különbség, hogy itt már teszünk egy nagy lépést, és jobban közelítünk a való élethez, ezért ehhez a gyakorlási módhoz mindenképpen kell egy másik ember, egy beszélgetőtárs, egy partner, akivel beszélhetsz. Ez a partner tulajdonképpen lehet akárki, egy családtag, a feleséged, a férjed, a szüleid, vagy éppen a gyermekeid, vagy egy kolléga. A lényeg az, hogy itt is tulajdonképpen bármiről beszélgethettek, csak éppen angolul kell, hogy ezt megtegyétek. Tehát bármi lehet a téma, a tegnapi foci meccs, az előttetek lévő autók összehasonlítása, vagy akár egy magasabb szinten mondjuk angol nyelvvizsgatételek gyakorlása. A lényeg, még egyszer mondom, az, hogy a kocsin belül érvényesüljön az English only szabály, tehát nem szólalhattok meg magyarul, csak angolul beszélhettek. Na most, mielőtt mindenki ezzel indulna, tudom, hogy ez a feladat sokkal több koncentrációt igényel, mint hogyha egyedül gyakorolsz. Ugye, ha figyelned kell a másikra, és közben reagálnod is kell a másikra, és közben vezetned kell, ez sokkal jobban ki fog téged valószínűleg fárasztani. Ezért én azt javaslom, hogy ne ezzel a gyakorlási módszerrel kezdj, hanem szépen fokozatosan térj át erre, tehát gyakorolj először egyedül, aztán, hogyha az már nagyon jól megy és magabiztos vagy, akkor szerez magadnak egy beszélgető társat. Ha ez túl megterhelő számotokra, akkor adhattok magatoknak egy időkeretet. Például legyen ez 10 perc. Tehát mondjuk beállítod az időzítőt a telefonodon, és azt mondod, hogy az elkövetkezendő 10 percben csak angolul beszélgethettek, aztán természetesen visszaválthattok magyarra. Minden héten aztán folyamatosan növeljétek ezt az időkeretet 5-5 perccel. Tehát a következő héten már 15-20-25 perc, és így tovább, és így tovább. Ha még hatékonyabb tanulási módszert, vagy még hatékonyabb eszközt akarsz használni, akkor azt javaslom neked, hogy szerezz magad mellé egy külföldi beszélgető társat. Ha van külföldi kollégád, vagy külföldi ismerősöd, vagy külföldi diáktársad, mondjuk,
akkor felajánlhatod neki, hogy hetente kétszer te fogod őt bevinni a munkába, vagy az egyetemre, vagy valahova, és az úton beszélgethettek angolul. Na, itt most már aztán tényleg semmi esélyed nem lesz arra, hogy átválts magyar nyelvre, úgyhogy az egész út alatt folyamatosan tudtok majd angolozni. Nos, én köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy hasznosnak találtad. Megkérnélek arra, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!